Az ige hirdetés előtt hallgassunk meg egy költeményt, egy szavalatot. Itt a lábaidnál, Istenem. Egyszerű, poros, fárasztó úton járunk itt, s annyi fájdalom gyötör. Megcsalás, kín, betegség, bánat, könnyes szenvedés mind ránk találnak. Rongy, koldos szívünk vihart épi, nincs megnyugvása sehol sem néki. Síró magányban a félelem nagyra nő, mint szám a négyzeten. Nyomorult sorsunk útvesztőiben, azt sem látjuk meg, ki az idegen. Ki a testvér, az együttérző barát, aki megérzi a szívünk nagy baját. De itt, a lábaidnál, Istenem, e falakon belül, olyan jó nekem, felzaklatott szívembe béke száll, s mint fészkében megvúvó madár, lelkem megnyugszik. Erőre kap, mert erőt ad az ige, szent szavad. Jelenlétet félelmetes gyönyört kelt, olyat, amilyet nem adhat e föld, sehol, sem erre, ahol járok, ilyen szépséget sehol nem találok. Nélküled nem vagyok itt otthon, mert a bűn tőre fenyeget folyton. Az édeni kígyófeje százszoros, menekülni nincs út, nem tudok. De itt tudom, hogy hazavárnak. A te két kezed átölel, s bánatomat kebleden úgy felejtem el, mintha nem volna más semmi e falakon kívül. Te töltöd be a mindenséget, s a szívem mélységét legbelül. Tudom, hogy itt hazavár a testvér szívek melege. Itt találkozás van az Istennel. Itt Jeruzsálem van, az Isten szent hegye. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! A 91. Zsoltárnál nyissuk ki a Szentírásunkat, és elkezdem olvasni a 91. Zsoltár első versétől a 7. verséig. 91. Zsoltár első verse így kezdődik. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged madarásznak tőréből, veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. A dögvésztől, amely homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. A felolvasott igénk arról szól, hogy Isten különleges oltalmat ajánl a gyermekeinek. És néha ezt az oltalmat nem vesszük komolyan, csak akkor akarunk az oltalomba jutni, amikor bajban vagyunk, de az oltalomra a békesség idejében
a szép és a problémáktól mentes időben kell felkészülni. Mert ha én az Úrhoz csak a veszedelem idején közelítek, akkor valami baj van. Hiszen a hitünk mellé jó cselekedeteket is ragasztanunk kell. Miközben nagyon fontos a hitáltali megigazulás, ezért ne felejtkezzünk el arról, hogy jó cselekedeteket kell gyakoroljunk a mi hívő életünkben. Miközben az Isten áldását várjuk, nagyon sokszor azt veszem észre, hogy nem készülünk föl az Isten áldására. Tudjátok, ez körülbelül olyan, mint az a kis történet, amelyet mindannyian nagyon jól ismertek, hogy az egész nyáron nem esett eső, és a gyülekezet nagyon féltette a termést, vidéki gyülekezet volt, hogy mindenük a nagy aszályban el fog pusztulni, és imaórát hirdettek az eső érkezésére. De Ernyőt csak egy kis 13 éves kisleányka vitt. Miért? Mert nem hittek benne. Nem úgy, hogy nem hitték el, hogy az Úr nem tud esőt adni, ez így talán nem igaz, de nem hittek abban, hogy ha most imádkozunk, akkor majd tényleg esni fog. És akkor hogyan fogunk hazamenni a szép ruhánkkal? És egy 13 éves kislány, aki még meg sem volt keresztelkedve, elővette az ernyőt, és mindenki csak nézett. Na valahogy így vagyunk mi is, testvérek. Kérjük az Isten áldását, de nem készülünk rá. Pedig bátran készülnünk kellene az Isten áldására. A felolvasott 91. Zsoltár is erről szól. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől 10 000-en, és hozzád nem is közelít. Tudjátok, ez úgy van, mint amikor egy ifjú házaspár házasságot köt, majd eltelik egy bizonyos idő az életükben, és babát várnak. Készülnek-e a baba várására? Hát hogyne. Elmennek, megveszik a kiságyat, pelenkákat, kis ruhákat, rugdalózókat, babakocsit, mindent beszereznek. Miért? Mert pozitívan készülnek arra, ami fog következni. Miért nem tudunk mi pozitívan felkészülni az Isten áldására? Isten mindegyikünknek egy látást ad. Ha nem értitek félre, akkor így is mondhatom, hogy egy álmot ad. Persze ez nem az az álom, amit éjszaka fáradtan szoktunk álmodni. Egy látást. A gyülekezetünkre, a közösségünkre, az egyházunkra, a családunkra, a személyes életünkre vonatkozólag. És olyan szépen el tudjuk mondani ezt sokszor a szombatiskolában kifejtjük, de mégsem készülünk rá. Testvérek, ha valaki beteg, akkor készítsen tervet a gyógyulására. Ha valaki anyagi nehézséggel küzd, tervezzen, hogyan fog tudni ebből a nehéz helyzetből az Isten segedelmével kilépni. Ha valakinek megromlottak az emberi kapcsolatai, csak egy barátság, egy gyülekezeti barátság, egy hosszú évek, évtizedek óta fennálló barátság, akkor imádkozzon, készüljön, készítsen tervet, hogy állítja helyre ezt a kapcsolatot, a barátságot. Milyen gyakran előfordul, hogy a 21. században a keresztények azt mondják, hogy mi hiszünk Isten áldásában, mi várjuk az Isten áldását, de a cselekedeteik
ebből semmit nem mutatnak meg. És tudjátok, mi lesz a következménye? Ezeknek az élőhitű keresztény testvéreknek a gyerekeik nem lesznek adventisták. Mert látják azt a kettősséget, hogy milyen kellene legyen a hívő ember a gyülekezetben, és látják, hogy az elmélet és a gyakorlat milyen távol esik egymástól. Pedig a hit az mindig pozitív dolog. Az mindig pozitív megnyilatkozása van. Elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Néhány évvel ezelőtt, pont így december tájékán robbant be az a nagyon híres film, Mel Gibson filme, A fegyvertelen katona. Gondolom, hogy a legtöbben láttátok. Aki pedig nem, az nézze meg, érdemes megnézni. Persze nyilván az alapkoncepció arról szól, hogy egy stúdióban gondolták el az egész helyzetet, de a történet magja az úgy történt, ahogy a film megjeleníti. Nagyon érdekes, hogy a film rendezése előtt meg kellett halnia annak az idős katonának, mert azt mondta, hogy nem engedi, hogy életében filmre vegyék ezeket a tetteket. Pedig higgyétek el, csak ezt a Biblia verset olvasta. Elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, és hozzád még csak nem is közelít. Mi? A halál. És a többiek nem hittek benne. És ő hitt benne. És a Jóisten valami különleges tapasztalatot adott. Úgy gondolom, hogy nekünk is sokkal, de sokkal nagyobb tapasztalataink lennének az Úrral. Biztos, hogy van eddig is. És nem azt mondom, hogy nincs. De lehetne sokkal, de sokkal nagyobb, ha valahogy jobban hinnénk benne. Mi inkább hiszünk. Hiszünk a 28 hitelben, hiszünk a szervezetben, hiszünk mi mindenben, még az Isten ígéreteiben is, csak nem úgy, ahogy kellene. Most beindult az influenza, és az emberek egymás között arról beszélnek, hogy hogyan kell az influenzát valamilyen módon elkerülni. De erről beszélnek. Minden ezzel kapcsolatos reklámot megnéznek. Az internetet nézik. Mit kell egyek, mit kell igyek, milyen teát kell, milyen egészséges életmódot. És ez az ember, aki heteket eltölt azzal, hogy hogyan kell az influenzát elkerülni, valahol a tudata alatt mégiscsak keresi az influenzát, és bele fog esni. És az, aki nem törődik vele, mert más dolga van, nincs ideje ilyen dolgokkal foglalkozni, az nem lesz influenzás. Hogy állunk az Isten ígéreteivel, testvérek? Úgy gondolom, hogy a hit az egy olyan pozitív dolog, amely képes bizonyos dolgoknak a leküzdésére is. És nem feltétlenül csak az Istenbe vetett hit. Hadd mondjak el egy felmérést. Amerikában a postások december elejétől január 5-éig nagyon túlterheltek. És a december 5 és január között a postások Amerikában statisztika szerint szinte nem betegek. Minden más hónapban ilyen 15-25%-os a megbetegedési arány. Ugye kiszállnak a kocsiból, mennek, stb. De decemberben senki nem beteg. Miért? Mert nekik dolgozni kell.
Ez a legfontosabb hónap. Itt teljesíteni kell. Itt most nem lehet betegnek lenni, mert akkor annyi a munka, hogy nem lehet megcsinálni, és akkor baj lesz. És ők elhiszik azt, hogy ők most nem lehetnek betegek. És tudjátok, mi az eredmény? Nem lesznek betegek. A Jóisten csodálatos ajándékokat, ígéreteket adott. Ígéretekkel halmoz el. És valahogy ezekben az ígéretekben mi nem bízunk annyira. Jobban szeretünk saját magunk utána nézni a dolgoknak. Mindent a ráció, mindent a tudomány, mindent az orvosság, mindent a kapcsolatokba fektetünk bele. Pedig Isten azt ígérte, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől 10 000-en, és hozzád még csak nem is közelít. Nagyon sokszor foglalkozunk, különösen idős korban, a testi problémákkal, nyavajákkal. Pedig ha ezek helyett mással foglalkoznánk, akkor lehet, hogy csodálatos tapasztalatokban lenne részünk. Csak valahogy olyan világban élünk, a környezetünk, a társadalom, a szomszédok, az ismerősök, barátok, rokonok, és visznek bennünket azon az úton, amellyel talán egy hívő embernek nem kellene végigmenni. Nagyon sokszor az Istenbe vetett hit megcáfolja a statisztikát. Mert a statisztika az egy dolog, de ha az Istennel élő kapcsolatom van, akkor bizony azt mondja, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Sokszor nincs időnk a mindenhatónak árnyékában megnyugodni. Nem tudom, hogy látjátok, de hihetetlenül felgyorsult a világ. Csak 30-40 esztendőre gondoljatok vissza, akik vissza tudnak gondolni. Mennyivel lassúbb volt a világ? Mennyivel csendesebb volt minden? Egy szombati nap is. Minden fel van gyorsulva, minden a változás, az alakulás, a forradalom, nyomában van, az Isten tiszteleteink, egy énekkari próba is. Soha nem voltam énekkari tag, de édesapám énekkari tag volt, és kénytelen voltam néha órákat végignézni és végighallgatni. Egészen más volt. Mások voltak az emberek. Sokkal nagyobb nyugalom, csendesség, visszafogódottság volt. Van egy ismerősöm, akinek egy nagyon súlyos balesete volt, közlekedési balesete. Úgy vágták szét az autóját, és úgy vették ki. 3 hónapig a kórházban volt. Az orvos pedig azt mondta, hogy készüljön föl, hogy soha nem fog tudni menni. Rendeljenek tolókocsit. Meg is rendelték. És amikor hazament, akkor a vágyat érzett, hogy soha nem volt ilyen sportos ember, hogy ő fusson. Mert ez valami csodálatos. És a tolókocsiból, ahogy föltette a családa az ágyra, kikereste a legközelebb álló futóklubnak a telefonszámát, fölhívta őket, és beiratkozott tagnak. És a felesége azt mondta, hogy hát minek? Hát örülj! Legyél boldog, ha egyszer te bot nélkül saját erődből tudsz menni. Eltett 3 év. A budapesti maratont lefutotta.
az orvosa nem tudja lefutni. És az orvos azt mondja, kérem szépen, vannak még csodák. Orvosi szempontból ön nem szabadna, hogy menjen. Nem tudom, hogy ön hogy tud menni. Az, hogy futni, azt el sem tudom képzelni. De hát ön egy orvosi csoda. Nem. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Soha ne add föl, testvérem. Nem tudod, hogy holnap mi történik veled. Holnap után. Ne a statisztikák után menjél. Ne a számok törvényei alapján menjél. Ért már hasonló dolog bennünket? Ért már téged baleset vagy egyéb dolog? Vagy betegség? Amikor azt mondták, hú, hát ez nagyon sokáig fog tartani. És valami történt, lefeküdtél egy éjszaka, másnap fölkeltél, és nem voltál beteg. Papírforma szerint neked 40 fokos lázzal néhány napot az ágyban eltöltve kellett volna töltsd, ugye, az életedet, és ehelyett valami történt. Máskor pedig szinte nem is érezted magad betegnek, és olyan beteg lettél, hogy napokig, hetekig nem tudtál meggyógyulni. Ezek nem véletleni alkalmok. És ha itt megállítanánk az órát, és rámutatnék egy-két idősebb testvérre, hogy mondjátok el a történeteteket. Mondtak már az orvosok le rólatok? Van itt olyan, akiről már mondtak le az orvosok? Hát rólam már vagy háromszor, alig voltam 6 éves, már akkor lemondtak. Azt mondták, biztos. És itt vagyok. De nem azért, mert én jobb vagyok, mint az átlag, jobbak a géneim. Nem. Az Isten azt mondta, hogy neked még van munkád. Érzed-e, testvérem, azt, hogy az Isten munkát ad néked az ő szőlőskertjében? Érzed-e azt, hogy neked feladatod van ebben a gyülekezetben? Mint közösség. Tervezzetek. Legyen látomásotok jó értelemben. Lássátok a jövőt. Ha becsukjátok a szemeteket, és most azt mondjuk 2018, november végén vagyunk, vagy közepén, tegyünk hozzá 3 évet. 2023. Ugyanilyen péntek este, mint a mai. Mit szeretnél látni? Én azt szeretném látni, hogy mindegyik őtöknek itt vannak a gyerekei. Az unokái. A dédunokái, ha vannak. Hogy olyan emberek ülnének itt az első sorba, akit még én most itt nem ismerek. Hogy emberek fognak megkeresztelkedni. Mennyien? 3 év alatt 50-en. Lehetetlen? Mondjátok, tessék, lehetett? Nem. Valami baj van bennünk. Miért? Mert nincs ernyünk. Eljövünk az imaórára, imádkozunk, de valahogy a tudat alattunkban nem hiszünk benne. Valahogy valami baj van. És hogyha egyetlen mondatot ebből a péntek esti ige hirdetésből megjegyzel, akkor ez legyen a következő mondat, amit megjegyzel. Sose tervezd be a kudarcot. A kudarcot ne tervezd be. Mindig csak pozitív dolgokat tervezzél, mert az Isten el fog bennünket vezetni. Valaki elmesélte az idős édesapjának a történetét. Ez az ismerősöm, jó barátom, 50-es éveiben jár, és elromlott a szeme. És az orvos azt mondta, hogy ez genetika. Nagyon szereti az édesapját, és
abban a pillanatban elkezdett hangos könyveket vásárolni az édesapjának. Miért? Mert az édesapja 20 évvel idősebb. És ha nálam 50 évesen jelentkezik a genetika, akkor nála is fog jelentkezni, és az édesapja nagyon szeret olvasni. Megvan a hangos biblia, a kőszívű ember fiai, az egri csillagok, minden. Már a papa 75 éves. Már 5 év eltelt. Még szemüveget sem kell fölvegyen az olvasáshoz. De a kedves barátom mit tervezett be? A kudarcot. Ő felkészül. Ha a papának elromlik a látása, majd ő már erre felkészül. Van egy másik ismerősöm, szintén idősek. Szétverették az egész házukat. Minden ajtót kicseréltettek 90 cm-esre. Tudjátok miért? Ha idősek lesznek és tolószékbe kerülnek, akkor ne akkor kerjen. Tényleg? Mi keresztények így kell tervezzük az életünket, a jövőnket. Ugyanakkor ne törődj bele a rosszba, hanem várd az Isten áldását. Testvérek, hány éves volt Mózes, amikor meghalt? 120. Amikor Mózes az a pusztai vándorlás alatt megírta a Tórát, emlékeztek, az nem kis dolog volt, ugye Mózes 5 könyvét, kis apró betűket, ugye, gyertyafénynél. Közben mérgesítették az izraeliták, lázadtak, kemény nyakúak voltak, mondták, hogy nekünk az egyiptomi húsos fazék kell, annyira, hogy még a kőtáblákat is összetörte dühiben, haragjában, megitatta, ugye, ezeket a dolgokat, aztán megitatta velük, hogy most igyátok meg. És azt kérdezem, mit jegyez fel a Szentírás, hogy milyen volt az ő szeme, amikor meghalt? Még nem homályosodott meg Mózes szeme, amikor meghalt. Miért? Mert Mózesnak nem volt rá lehetősége, hogy ezzel foglalkozzon. Mit csinált ő? A Tórát. És odaadta magát az Isten népért, és még az Isten előtt is azzal az akkurátusos tűzzel ment, és azt mondja, inkább engem törölj ki az életnek könyvéből, de ezt a népet, amelyet 40 éven keresztül vezettem, ezt ne töröld el. És nem törölt el az Isten. Tudunk-e így gondolkodni? Nagyon fontos, testvérek, soha ne a kudarcot tervezzük be. Hogyan tervezed az idős napjaidat? Egyszer te is leszel idős, talán még én is. És ilyenkor az ember mindig úgy gondolja, jaj, ha idős leszek, majd milyen sok időm lesz. Ó, hát akkor mindent meg fogok csinálni, amire fiatalabb koromban nem volt időm. Elég sokat beszélgetek idős emberekkel. Ez álom. Nem. Akkor az ágyülekezetben szolgáltam néhány évvel korábban. Volt egy testvérnő, aki 100 éves volt. Csináltunk vele tévéfelvételt. És megkérdeztük tőle, hogy ezt a szokásos dolgot, hogy mi a hosszú élet titka. És akkor a testvérnő azt mondta, minden nap imával kezdem, és imával fejezem be a napomat. Nincs olyan egyetlen nap, hogy ne tanulnám a szombatiskolát, vagy ne olvasnám az Isten igéjét. Ennyi! Ennyi és semmi több. Nincs annál szebb dolog.
mint aki a felséges rejtekében lakozik, és a mindenható árnyékában nyugszik meg. Isten különleges áldására számíthatnak az idős testvérek. Idősnek lenni különleges helyzetet jelent az Isten oltalmában. És az egyik legfontosabb dolog, amit tovább kell adnunk a gyermekeinknek, az idősebb generáció iránti tiszteletet. Hát emlékszem, amikor fiatal voltam, ezt százszor elmondták és beleverték a gondolkodásomban. Volt a gyülekezet, ahol felnőttem, egy idős néni, aki hát már akkor nagyon idős volt, már vagy 80 éves volt. Ő volt a gyülekezetnek a legidősebb tagja. De mindenki olyan tisztelettel fordult a bíró néni irányában, hogy amikor ő megszólalt, ritkán szólalt meg, a lelkipásztor azonnal abba hagyta a beszédet. Mert mindenki tisztelte. És a hosszú távú fejlődés, egy közösség fejlődése akkor és csak is akkor következik be, ha mind ezekre oda figyelünk. Nem olyan rég kerestek meg, hogy egy 90 éves papa, aki egyedül lakik, adventista család, a papa is adventista, és nem hajlandó az emeletről egy földszinti szobába költözni. És azt mondták, Tokics testvér, látogass meg, mondd meg a papának, hogy nem lehet. És akkor leültem a papa szobájába, és elkezdtünk beszélgetni. És a 90 éves papa azt mondja, tudom, Tokics testvér, hogy azok küldtek, hogy költözzek le, de nem költözök le. Mondom, én pont ezt akartam mondani, hogy ne költözz le, de mondd el, hogy miért. Azt mondja, azért, mert ha minden nap nem jövök kétszer-háromszor föl az emeletre, akkor annyira elmegy az erőm, hogy még a vízszintes területen sem fogok tudni 5 métert megtenni. Ez nekem kell, hogy éljek. És azt mondtam, ez a 90 éves bácsi okosabb, mint az egész családja. Mert ez így van. Vannak dolgok, testvérek, amiket nem szabad egy idős ember kezéből kivenni, mert meghal. Igenis, bizonyos dolgok, amiket el tud végezni, csak végezze el. Emlékeztek, hogy Józsué idején a törzsek vezetői, amikor befejezték a honfoglalást, akkor mondtak valamit. És azt mondták, ezek 80 éves emberek voltak a törzsek vezetői. Ma ez elképzelhetetlen lenne. 30-40 évesek azt mondták, na menj az öreg otthonba, papa, majd mi megmutatjuk a lovon, hogy hogy kell elfoglalni a hazát, majd mi. Csak hogy az volt a helyzet, testvérek, hogy ezek a 80 évesek, ezek megverték szívóságban, keménységben, bátorságban a 40 éveseket. És amikor elfoglalták az ígéret földjét, akkor a 80 évesek azt mondták, hogy most erősebbek vagyunk, mint amikor 40 évesek voltunk. Miért? Mert az Úr használta őket. Mi pedig már lélekben, szívben már úgy el vagyunk fáradva. Van egy kedves ismerősöm, és 60 éves, és azt mondja, alig várom, hogy nyugdíjas legyek. Már számolom a napokat. Mondom, tehát annak idején a katonaságnál számoltuk a napokat, hogy mikor szerelünk le, te már ennyire várod, ennyire várom, hogy nyugdíjas legyek. Az Úr rejtekében, és az
mindenhatónak árnyékában legyél, és lesz erőd, és lesz célod, és lesz jövőd. Kálebre emlékeztek a honfoglaláskor. Káleb azt jelenti, a kutya. Ő nem zsidó volt. És a kutya az nem olyan, mint a magyar kultúrában, hogy ugye a honfoglaló magyaroknál, meg a pásztoroknál, meg a pulikutya, meg stb. A zsidóknál a kutya az egy tisztátalan állat volt. És Káleb 80 éves lett, amikor a honfoglalás befejeződött. És oda ment Józsuéhoz, és azt mondta, hogy szeretnék valamit kérni tőled. És azt mondta Józsué, Káleb, kérj, amit akarsz. Király testvér, látom, te már tudod. Mondd ki hangosan. A hegyes vidéket kérte. Ahol? Tudjátok, kik laktak? Az Anák fiai, az óriások laktak. A legnehezebbet kérte. Pedig oda mehetett volna Józsué, és azt mondta, hát azért együtt kémleltük a dolgokat, meg végigharcoltuk az Úrnak a hadait. Most már én 80 éves vagyok, egy kis könnyű területet kérnék, ahol a legkönnyebb élni. Rendben van, Káleb, de 80 évesen mit mondott? Add ide a legnehezebbet! Testvérek, ha ilyen gondolkodása lesz az adventi népnek, ha ilyen gondolkodása lesz az öregeinknek, ha ilyen gondolkodása lesz a fiataljainknak, hogy nem a legkönnyebb utat választjuk, hanem a legnehezebbet, na akkor fogjuk megtapasztalni az Isten áldását. Ha merünk másképp gondolkodni, mint ahogy a világ. Mert erről szól a Biblia. Gondolkodj másképp, mint a világ, mint a környezetet. Tegyünk többet a gyülekezetünkért. Tegyünk többet a családunkért. Nagyon érdekes. Amikor én felnőttem egy kis gyülekezetbe, én soha nem hallottam azt, hogy ebben a gyülekezetben azt mondták volna, hogy a család az első. Ma mindig ezt hallom. Egyházi szolgálatban, lelkész értekezleteken, erről olvasok újságcikkeket, könyveket, a család az első. Amikor én fiatal voltam, akkor az egyház azt mondták, az Isten ügye az első, majd utána a család. És amit az Isten ügyében töltesz el, a családod kárára, azt vissza fogja kapni a családod az Isten áldásával. Ne engedjük magunkat negatív gondolkodásunkba. Meg kell változtatnunk gondolkodásunkat. És amikor majd emberek fognak elesni mellőlünk, ezren, jobbunk felől tízezren, na akkor ez teljes mértékben meg fogja változtatni a gondolkodásunkat. Emlékeztek Sareptára? Ott volt egy özvegyasszony, és találkozott Illéssel. És mit mondott Illésnek? Azt mondta, hogy megsütöm ezt a pogácsát az utolsó lisztből magamnak és a fiamnak, van egy kis olaj, megesszük, és meghalunk. És Illés másképp gondolkodott. Azt mondja, vannak edényeid? Vannak? Vannak tároló edényeid? Na hozd ide! És meddig folyt az olaj? Amíg volt edény, testvérem, az Isten olaja addig fog folyni az életedben, amíg van edényed. És amikor már minden megtelt áldással, na akkor majd elzáródik. Sarepta Szíriában van.
És a szír háború előtt, a háború kitörés előtt néhány hónappal a feleségemmel elmentünk Damaszkuszba, és elmentünk a Libanon és a szír határhoz, Sareptába. És leszálltunk a buszról, végig sétáltunk főúton. És én tudtam a tanulmányaim során, hogy Sareptában van egy illés szobor. És sehogy nem találtuk. És a feleségemnek mondom, hogy menj oda ahhoz az öreg nénihez. Én férfi vagyok, ő egy arab, csak arabok laknak. Keresztény egyetlen, hát zsidóról nem is beszéljünk, nem is lehet beszélni. Kérdezd meg, hogy hol van az illés szobor. Hát ugye az illés az egy zsidó ember. És akkor a néni szétnézett, hogy hallják-e, és akkor elmondja, hogy itt menjenek, ott menjenek, és azt mondja, mi nők minden éjjel viszünk virágot illés szobra alá. Nappal nem lehet, mert akkor meghalnánk. De illés szerette az arabokat, szerette az arab nőket, az özvegy asszonyokat, és azóta sem felejtjük el ennek a nagy prófétának az életét. Elmentünk, és megtaláltuk a szobrot. És testvérek, a szobrot nem lehetett látni, annyi virág volt körülötte. Az egyszerű özvegy asszonyok, az arab özvegy asszonyok a naplemente után elvitték. Pedig hadd kérdezzem meg, mennyi ideje történt ez a történet? 2700 évvel ezelőtt. És még mindig a kollektív emlékezés megvolt. Gondolkodj pozitívan, tervezd be az Isten áldását, mert jönni fog. Gondolj nagyot, a közösséggel, és az Isten túl fogja csordulni a te gondolataidat. Az Úr kegyelméből. Amen. Testvérek, készületlen vagyok.